Szevasztok, sziasztok, hely! Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez a MEKOSZ országos bajnokságának, tehát az OB-nak az egyik futam, engem hívtak helyettesíteni, mert én helyettes vagyok. Mindenképpen el kell mondanom, hogy ez egy zéro asszisztos bajnokság. Én nem tudom, hogy egyáltalán kell-e asszisztot mutatni, de mivel minden... Igen, és az is jó, hogy minden le van tiltva, ezért nem is tudok más csinálni. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, nem volt elég felkészülési időm, és nagyon rég mentem vonal nélkül, pláne ezen a pályán csak ma, és nem esőben, ami viszont jellemző lesz a futamra. De most ez vonal nélkül azért érdekes lesz, nem biztos, hogy sokáig fog tartani. A kvalifikációt minden esetre megfutjuk. Van valami beállításom, én úgy terveztem, hogy sárga gumiról indulunk, de nem ez lesz, értelemszerűen. Hol van Mexikó? Mexikó? Hol vannak a mexikói beállításaim? Japán, Brazília, Silverstone, nem, az följebb van. Pillanat, csak meg kell találjam a beállítást, anélkül nem lesz jó. Ott vannak. Tehát nekem ez kell. És annyit módosítani kell rajta. Ez fümmegy 8-ra. Azt meg majd följebb fogjuk rakni, mert hogy esni fog, mint atom. Az oké, az oké, azt én úgy hagyom, mert az úgy jön. Na. Tehát a beállításunk megvan. Félek, hogy nem lövök elsőre egy kört, úgyhogy több üzemanyagot viszünk. Szóval, hogy ez rettenetesen néz ki. Na mindegy, amit tudni kell erről a mezőnyről, azt kell tudni róla, hogy a TRM-nek a Masters pilótáiból a 10 leggyorsabb, és a Trust-nak a Masters pilótáiból a 10 leggyorsabb, tehát ez egy igencsak elit mezőny. Zero assist-tal, baromi gyorsak, úgyhogy ha én nem kapok kört, és van mögöttem élő ember, és egyáltalán befejezem a futamot, én örülök. Itt mindenki baromi gyors, úgyhogy... let's fun. Tehát, hogy érezzük jól magunkat, mert hogy ez egy full quali, úgyhogy kezdődik ezzel a 15 perccel, aztán folytatjuk a Q2-vel, lássuk, hogy bejutok-e. Úgyhogy megyek verekedni, csak piros gumival, hiszen az nem kell a versenyen, úgyhogy itt el lehet lőni minden puskaport. Nem tudom, mennyi puskaport hoztam, nézzük meg. Hello! When you're ready, let's go.
two laps of fuel left.
De hogy azt mondja, hogy jelenleg úgy állunk, hogy ugye 15-be kell bejutni ebbe a sessionbe. Ha még elém jön két ember, ami esély, gonosz nem látom kinn a pályán, pedig gonosz gyors. Carter kin van, tehát ő még elém jöhet az egy. És Kende vagy gonosz a kérdés, mondjuk Semi is tud futni jobb időt. Csak ki kéne mennem még egy próbálkozásra, hogy ki ne essek a Q1-ben. Nem vagyok benne biztos, hogy tudok jobb idő. Igen, jelenleg 13, de hogy nekem a 15-ben benn kell lennem. Ahhoz, hogy tovább menjek. Jó, mondjuk ez egy erős mezőny. Nem azt mondom, hogy nem volt még a körömbe benne hagyva, de hát azért így vonal nélkül, úgyhogy ma kezdtem ezt a pályát vonal nélkül, nem rossz. De nincs még meg a ritmusom. Semi nem jött jobb időt, az biztató. Na most, hogyha nincsen kint... Kende kint van... Az egy. Gonosz nincs kint. És Carter sincs kint. Kende kint van. Lehet, hogy ők eltiltottak, és én csak nem tudok róluk. Az jó. Nem fontos, jó. Hát fontosnak fontos, mert hogyha... Hát mondjuk most már mindegy, mert úgyse érnék ki meg körbe, meg ilyenek, úgyhogy... Jó. Akkor én ebben a szakaszba többet nem megyek ki. Na, akkor ez másfél perc. Mondom engem, csak az érdekel, Kende kint van, Carter kint van. Gonosz visszavonult, az egy. Sanci kettő, Zoli három, Billy négy, Semi öt. Na, akkor most az a kérdés, hogy ők közülük valaki fut-e, kiment fel. Bajba leszek. Bajba leszek. Most vagyok bajba. Még egy ember kell elém kerüljön, de hát ezt Carter simán megcsinálja, ha összehoz egy mértkört, mert ő gyorsabb nálam. Na nem baj, jó az a végiről indulni, mert úgy is esik, úgyhogy úgy is finoman fogom fékezni az első kanyart, mert csapattársam legalább menjen tovább, nehogy már kártál. Viszont akkor a csapattársam fog kiütni engem a Q2-ből. Ami rendben van. Csak mint érdekesség. Erről most beér ezzel a körrel, ami nem is egy rossz kör. Egyáltalán. Szöpök. Jó. Akkor én itt most befejeztem. Akkor a Q2 és a Q3 az nélkülünk megy le. És akkor utána egy rettenetes esős verseny következik. Én nem is tudom, hogy milyen tárgyak alapján fogok én esőbe fékezni, mert ott az esőfüggönytől semmit nem lehet látni. Azt mondod, megnyerem? Hát sok esélyt nem látok. Volt már ilyen, de... Na jó! Úgyhogy... Hát sajnos Q2 Q3 nélkülünk. Úgyhogy most megyek én is nézni a hivatalos közvetítést.
addig nézzétek ti is azt. Meghoz. És lássuk, hogy milyen sorrendben indulunk el. Én körülbelül erre számítottam. Jó, még talán egy fél másodpercet találtam volna az időmbe. De többet nem nagyon, tehát hogy most egyel előrébb vagy hátrébb, ám úgy is mindegy. Jó nekem ez. Best of the rest. A kiesők közül én voltam a leggyorsabb. Van mögöttem élő ember, úgyhogy megint minden teljesült, amire vágytam. Úgyhogy így, a következő tizen... Fű, most fejből kéne kivágni. Azt hiszem 15 perc, de lehet, hogy csak 13, és utána még 12, az most nélkülünk fog lemenni. Úgyhogy addig én is elvonulok aztán. Azt hiszem ebben a mezőnyben van egy 10 perces szünet start előtt, és akkor úgy fogunk elstartolni. Na, sziasztok!
stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. Inters look like the best tyre for now. Let's start burning it off, please. Conditions don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. A new strategy.
strategy is available on the MFT. Copy. For a while now, at least a 20-minute window of heavy rain. Inters seem like the fastest tire for now. Two laps until the pit window. You'll be on inters for the next stint. Concerns at the moment, just focus on the driving.
flag. Incident. We're going to box this lap. Push hard on the in lap. Look like the best tyre for now. The radar suggests that this heavy rain will be with us for a while now. Understood, stopping this lap. Strategy.
continue to cut corners, the stewards will give you a penalty. Check your MFD for a new strategy option. Stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. A new strategy is available on the MFD. Confirmed.
check your MFD for a new strategy option. Roadmap confirmed. Finishing time at the end of the race. Blue flag. We're not racing the car behind. Let them pass when you can. Flag. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. We'll be right back.
conditions look pretty terrible, but that water is draining away. I think the intermediate is going to stay the tire of choice for a while yet. Conditions don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Definitely kicking up a lot of spray at this point. I doubt we're quite ready for the full wet, but we're not far off. Expecting you in around two laps, and we'll be putting you on the intermediate tyres. Staying with us for a while now, at least a 20-minute window of heavy rain. Inters and wets will probably have similar pace at the moment.
flag. Okay, clear. Window open. Let's box this lap. See you at the end of this lap. Start losing some tire grip around now. Scheduled pit stops. Blue flag, blue flag. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available.
has 5 laps of fuel remaining. Laps of fuel remaining. De ahogy azt mondja, hogy azt mondja, hogy azt mondja. Van mögöttem élő ember, Trust Billy. Ezt kipipálom. Végig értem a futamon, úgyhogy nem szúztam szét az autót. Ezt is kipipálom. És majdnem pontot is szereztem. Nekem az volt a titkos reményem, mert itt azt hiszem a 15. helytől fölfelé van pont osztás, de lehet, hogy csak a 12-től. De ezen nem sikerült. De nem baj, mert jelen voltam, és végigértem, és ez egy nap gyakorlással, úgyhogy ránk zúdul ez az eső, ez, nekem ez tetszik, úgyhogy én elégedett vagyok.
túléltem. Ez volt a cél. Autót se ismerem, pálya se a kedvencem, pláne nem ilyen körülmények között, úgyhogy juppidú, nagyon örülünk. Szevasz. Szóval, hogy én nagyon örülök, nekem jó volt. OB futamon vettem részt. Képviseltem a TRM-et. És nagyon-nagyon gratulálok Envoynak, és ki is lett a második, ki a másik házban, mindig meg vagyok kavarodva. Nem arra figyeltem, hanem a féktávokra. Mindjárt meg kiderül, hogy kinek gratulálok. Dominak és Envoynak, igen. Tehát nagyon gratulálok Dominak, Envoynak és Balázs Bencének. Ez itt TRM 1, 2, 3, aztán 4, 5. Úgyhogy az első 5 helyen TRM-es pilóták. Nagyon-nagyon bravó. Igazán. És ezúton is bocs, Loadmax, de nem kellett volna már mögöttem lenned. Későbbre várta a fékezésemet, aztán lerepült a szárnya. Sajnálom. De nem gondolom magamat hibásnak. Úgyhogy ennyi volt mára. További jó estét és jó szórakozást mindenkinek a nem tudom, hogy mihez. Úgyhogy mi itt végeztünk. Siker. A siker az jó érzés. Úgyhogy jó éjszakát. Sziasztok.